Tisztelt elnök urak, tisztelt bányászok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a 63. bányásznap alkalmából. Engedjék meg, hogy ebből az alkalomból legmélyebb tiszteletemet fejezzem ki az egész bányásztársadalomnak. Úgy vélem, illő és helyén való megemlíteni, hogy a bányászokra mélységes tisztelettel nézünk fel. Tisztelettel, egy olyan tisztelettel, amely azoknak jár, akik a legnagyobb áldozatot hozták munkájuk során, akik nap mint nap nehéz és veszélyes munkát végeznek, vagy végeztek életük során. Ez az elismerés akkor is kijár mindenkinek, ha az elmúlt évek, sőt lassan évtizedek összezsugorították a magyar bányászvilágot. A kelet-európai nehézipar összeomlása rendszerváltás előtt, az ezt követő felelőtlen privatizáció, végül pedig a termelési központok elvándorlása az európai kontinensről megpecsételte a szebb napokat látott magyar bányászat sorsát. Ráadásul, mintha ez önmagában nem lett volna elég baj, nagyon sokan voltak olyanok, akik ebben valamiféle kedvező folyamat megvalósulását látták. Voltak olyan, és vannak is ma is, olyan politikai erők, akik azt hirdetik, hogy Magyarországon nincs szükség termelésre, iparra, bányászatra, szolgáltatásokból is meg tud élni az ország. Mi elítéljük ezt a gondolkodásmódot, és úgy véljük, hogy egy erős ország csak erős ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászattal együtt élhet és válik lehetségessé. Bizonyára azzal semmilyen újdonságot nem tudok önöknek mondani, hogy az összes ipari ágazat alapja a bányászat. Bányászott anyagokból építjük útjainkat, vasútjainkat, épületeinket, de bányászati termékek, alapanyagok a vegyiparban is használatosak. Az építőipari nyersanyagok bányászata mindig is a beruházások függvényében alakult. Ezért ez a terület a válság okozta gazdasági folyamatok egyik kárvallottjává vált. A legújabb gazdasági adatok és előrejelzések alapján azonban most már bátran mondhatom önöknek, hogy a közeljövőben ebben az ágazatban komoly fellendülés várható. Az alacsony villamos energiaárak okozta beruházási mélypont kivédésére és környezetvédelmi kötelezettségeink betartása érdekében komolyan számolnunk kell a hazai szénvagyon tiszta szén technológiákon keresztüli hasznosításával, azaz elsősorban vegyipari alkalmazásával. Ez pedig azt mondja magával, hogy a hazai szénvagyon jövőbeli szerepét nem lehet kizárólagosan a szén villamosenergia termelésben betöltött részarányán keresztül megítélni. Hogy ez másképp lehessen, előre haladott tárgyalásokat folytatunk vezető japán kormányzati háttérintézményekkel, ipari vállalatokkal, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb japán tiszta szén technológiák magyarországi bevezetésére sor kerülhessen, és az induláshoz szükséges borsodi kísérleti üzemet felépíthessük. Ennek alapján joggal remélhetjük, hogy a hazai szénvagyon hasznosítása e tekintetben is minél nagyobb arányban tud majd megvalósulni. A kormányzat alapvető célja tehát az erőforrások, köztük az ásványi nyersanyagok minél jobb kiaknázása. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezért folyamatosan vizsgálja a korábban beszüntetett bányászati tevékenységek folytatásának, illetve új területeken való megindításának lehetőségét. Ennek példájaként kell szólnunk, hogy a közelmúltban megjelentettük a bányászati koncesziókat, amelyek elősegítik a hazai kitermelés bővítését. Egy évvel ezelőtt ünnepükön arról számoltam be önöknek, hogy megalkottuk a koncesziós eljárás lefolytatásához szükséges jogszabályokat, és megkezdődött ezeknek az előkészítése. Ma már bejelenthetem,
hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által lefolytatott vizsgálatokat követően megszülettek a szükséges jogszabálymódosítások, és ebben a hónapban megjelentek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bányászati koncesziós pályázati felhívásai. Ezzel megteremtődött a lehetőség arra, hogy a szénhidrogén bányászat és a geotermikus energia hasznosítása bővülni tudjon, és így a hazai bányászat jövője biztosabb alapokra kerülhessen. A megjelent pályázati felhívások első körében 7 területen nyílik lehetőség kizárólagos bányászati koncesziós jog elnyerésére. A geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása céljából Jászberény, Ferencszálás és Kecskemét esetében, míg szénhidrogén kutatásra, feltárásra, kitermelésre a Szegedi medence délkeleti, valamint nyugati, Battonya Pusztaföldvár északi, déli területeire vonatkozóan jelentek meg ezek a pályázati felhívások. A bányászati lehetőségek bővülését jelzi, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal további területek esetében is elkészítette az érzékenységi és a terhelhetőségi vizsgálatait. Ennek alapján a jövőben további kiírásokra fog sor kerülni. Mindezek okot adnak arra, hogy bizakodással tekintsünk a jövőbe, és önökkel együttműködve mindent megtegyünk az ágazat fejlődéséért. Ennek a reményében és ennek a jegyében mondok köszönetet önöknek munkájukért, kiemelkedő teljesítményükért, és kívánok további sikereket önöknek. Köszönöm figyelmüket, jó szerencsét!